Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 173. évfordulóján a Vértanúk városában, Aradon, határon innen és túlról érkező résztvevők rótták le kegyeletüket a vesztőhelyen, a tábornokok emlékoszlopánál. Híradónkkal egy időben tart a koszorúzás a szabadságszobornál. Kelemen Hunor RMDSZ elnök ma délben megtartott aradi sajtótájékoztatóján a 173 évvel ezelőtti események mai üzenetére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a szabadság eszméje örök, hiszen szabadság nélkül nincs méltó emberi élet. A szabadságharc 1848-49-ben, még olyan 49-ben el is bukott. Azok az értékek, azok a célok, amelyeket az Adlerrel tűzött, azok később érvényesültek, illetve a mai napig olyan célok, amelyeket követnie kell minden embernek, minden közösségnek, minden nemzetnek. Mert a szabadságról van szó, az egyenlőségről és a testvériségről. A megemlékezések a vár melletti obeliszknél kezdődtek, közös ökumenikus imával és koszorúk elhelyezésével. Az 1881 óta álló vesztőhelyi emlékmű a szabadság vagy örökké valóságát, az érte hozott legnagyobb áldozatot hirdeti a helyi közösség és a határon túliak számára egyaránt. Minden évben, amikor tilos volt, még akkor is itt voltam. Én úgy érzem, hogy nekem, mint született aradinak, mint törzsgyökeres aradinak, lelkiismeretbeli kötelességem, hogy ide jöjjek, hiszen az egész világon ma az aradi vértanúkra emlékeznek. Magyar történelem ezáltal kézzelfoghatóvá válik szerintem, és ez benne a legfontosabb talán. Hiszen a könyvekben bármit elolvashatunk, viszont itt valóságossá válik. A magyar kormányt Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes képviseli Aradon, aki a 2004-ben újraállított szabadságszobornál mond beszédet az esti megemlékezésen.